Sziasztok! A mai videóban egy új technikát szeretnék mutatni nektek. Ennek a technikának az a neve, hogy corner to corner, és a lényege az, hogy négyzetről négyzetre haladva kell a mintát a sarokponttól a sarokpontig haladva kell lentről felfelé haladni, és szeretném nektek ezt megmutatni. Ez most jelenleg egy darab négyzet, de ennek lesz egy másik fele is, és ebből majd a végén egy kis párnát fogunk alkotni. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, és szeretnéd megtanulni, akkor gyere és tarts velem. A következő, ami jönni fog most, készítek egy képet, amit ki fogok nektek nagyítani, és ezt légy szíves, mentsétek le, print screeneljétek, és akkor abból fogtok tudni dolgozni gyorsabban is, akár hogyha szeretnétek. Akkor folytatódjon a következő sor, ugye még mindig a kis nyuszikánkat horgoljuk. Az előző sorban itt fejeztük be, elkészítettük ezeket a láncszemeket, és most pedig ezt a sort fogjuk csinálni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab fehéret fogunk először is készíteni. Akkor elsősorban készítsük el a 6 darab fehéret. A sor ugyanaz, 6 darab láncszemmel indítunk, majd 3 darab egyenállításos pálcával. Ezután fordulunk, vagyis ott fordítjuk az anyagot, megkeressük az első húrkot. Ez volt az első négyzetünk, 1, 2, 3. És 3 darab egyrehajtásos megint. 1, 2, 3, ez a második négyzetünk. Jön a következő 3 láncem, és 3 darab egyrehajtásos. Ez a harmadik négyzet. Megint 1, 2, 3, és 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3, ez volt a negyedik, 1, 2, 3, 4, és még 2-t fogunk készíteni. 5, 1, 2, 3, és megint jön 1, 2 és 3, 2, 4, 5, és jön a következő négyzet, és 3 darab láncszemet emelünk, majd jön megint 1, 2 és 3 darab egyrehajtásos pálca. Oké, akkor most nézzük, mit csináltunk eddig. Elkészült 1, 2, 3, 4, 5 és a hatodik. Ezután jönni fog 1, 2, 3, 4 és 5 darab szürke lefelé. Hagyom a fehéret, váltok szürkére, már itt rögtön átváltok, és megkeresem a felső pontot, ahova belecsatlakozom. Ezután jön 3 láncem felfelé, és jönnek a 3 darab egyrehajtásosok. 1, 2, és 3. Majd jön a következő, 3 láncem, és 3 darab egyrehajtásos. 1, 3. A folyamatot nem ismételgetem, mert ugyanaz, úgyhogy igazából csak csinálom, és láthatjátok a videóban, hogy hogyan készül. Hogyha túl gyors a felvétel, le tudjátok lassítani a YouTube-on, van rá lehetőség, sebességbeállítása, ha felfelé viszitek az értéket, akkor csökkenni fog a gyorsaság.
kettő, három, négy, és még jön egy ötödik. És jön három egyrehajtásos. Jó. Szóval most elkészült egy, kettő, három, négy és öt darab szürke. Majd jön három darab fehér megint. Visszaváltunk a fehér fonalra. Itt. Áthúzzuk. És emelünk felfelé három darab láncemet. Majd jön három darab egyrehajtásos pálca. Egy. Kettő. És három. Ezután megint megkeressük ezt, belecsatlakozunk kúszószemmel, és jön három darab egyrehajtásos. Megkeressük ezt a pontot megint. Három darab láncem. És három darab egyrehajtásos. Jó. Most így tartunk a nyuszival, és jön megint a visszafelé út. Jöjjön a 15. sor. Most ismét emelünk felfelé 6 darab láncemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majd jön a 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3, fordulok, és belecsatlakozom ide. 1, 2, 3, 1, 2, 3, majd jön a következő ide. 1, 2, 3, 1, 2, és 3. Ezután jön megint a szürke ide a sarokba. És most a szürkéből 6 darab négyzetet fogunk készíteni. 1, 2, 3, majd 3 darab egyrehajtásos ugyanide. 1. Három, és jön megint kettő, következő, egy, kettő, három, három, jön a következő. 1, 2, 3. Jön a következő. 1, 2, 3, 1, 2, és 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, és most pedig jön megint a fehér rész. Átváltok. És emelek felfelé három darab láncemet. Nézzük, mit csináltunk eddig. Készítettünk három darab fehéret, majd egy, kettő, három, négy, öt, na, még egyszer, ez már másik sor. Három darab fehéret, és egy, kettő, három, négy, öt, és hat darab szürkét. Majd jön megint egy,
2, 3, 4, 5 és 6 darab fehér fog következni. 1, 2 és 3. Ide csatlakozom, és megyünk tovább. Következő. Következő. És megyünk tovább. Jó, és most elkészítettük a 6 darab fehéret. Jó, jöjjön a 16. sor. Itt pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab fehérünk lesz. Most ez az irányunk. Emelünk felfelé 6-ot. 2, 3, 4, 5, 6. Majd jön 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3, fordulunk, és jönnek a lukak. Ez a második négyzet. Harmadik négyzet. Jön a harmadik négyzet. Következő. És megyünk tovább a következőbe. A folyamat mindig ugyanaz. 3 darab láncem, 3 darab egyreállításos pálca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és jön a hetedik. Oké, és most ide értünk megint a szürkéhez. Na, lássuk eddig, mit alkottunk? 1, 2, 3, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és most jön a szürke. 1, 2, 3. Majd jönni fog 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab fehér. Szóval most jön a szürke. Átváltok szürkére. 3 láncem fölfelé. És most csak 3 darab szürkét fogunk készíteni. 1, 2, 3. Megyünk tovább a másodikhoz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. És megint 1, 2, 3, 1, 2, 3, és most ezt a fonalat
el kell vágnom. Átcsatlakozunk ide a fehérrel. Jó, és most innen haladunk tovább. Egy. Jön a következő. Az utolsó luk. És jön megint három láncszem és három darab egyenállításos. Oké. Na, akkor most tartunk ott a nyuszinál, hogy el fogjuk kezdeni a test első részét csinálni. Most jelenleg így nézünk ki. Innen fog jönni majd az első láb, és ugye itt ez a popó része, úgyhogy mindjárt itt haladunk is tovább. Ez volt a 16. sor, elkészítettük ezeket a pontokat, és ezt a pontot is. Úgyhogy most akkor jöjjön ez a rész. 1, 2, 3, 4 darab fehéret fogunk készíteni. 1, 2, 3, 4... 5, 6, fordulunk, vagyis hát ugye először elkészítjük a három darab egyenállításos, csak valahogy most fordulás jött a kezemre, nem tudom miért, mindegy. 1, 2, 3, és most jön a rácsatlakozás ide. 1, 2, 3. Egy, kettő, három. Jön a következő. 1, 2, 3. Három, és még van nekünk egy, kettő, három, még egy utolsó fehér. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. Oké, hol tartunk most? Elkészült ez, ez, ez és ez. És most jönni fog nagyon sok szürke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab szürkét fogunk készíteni. Most ugye megint az van, hogy a szürkénk nagyon messze van tőlünk, egészen itt hátul. Ezért én ezt a szürkét most elszakítom, és átviszem ide. Jó. Most pedig jönni fog ide,
áthurkoljuk a szürkét. Oké, most pedig jöjjön 3 darab láncszem. És jöjjön 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3. Majd jön megint ide. Szóval itt előbb fehér volt, és most ugye a láb része az fog kialakulni, úgyhogy azért innen kezdjük el. 3 darab láncem. 1, 2, 3. És 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, és 3. Jön megint ez. A láncem. 1, 2, 3. És 3 darab egyrehajtásos ismét. 1, 2, 3. Itt 1, 2, 3. 1, 2, 3. És még 3 darab jön. 1, 2, 3. 1. Jó, most eljutottunk eddig a pontig, hogy most itt megvan a 6 darab szürkénk, és most 2, 4, 6, 7 darab fehéret fogunk megint alkotni. Belecsatlakozom, és jöjjön a 7 darab fehér. 1, 2, 3, és még 3. Na, itt most már nagyon betekeredett, ezt mondtam, hogy külön kell rakni a fonalakat. Jó. Következő. És jön az utolsó pont. 1, 2, 3, és 3 darab egyrehajtásos. 1, 2, 3. Jó. Most tartunk itt. És most pedig elvégeztük ezt a sort. Ez volt a 17. sor. 1, 2, 3, 4, 5, és 7 darab fehér. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jó, most megyünk visszafelé. Ez lesz a 18. sorunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab fehéret fogunk készíteni. 6 darab láncem.
és jöhet a három darab egyrehajtásos. Fordulok, és jön a kampó. Egy, kettő, három, majd három darab egyrehajtásos. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, és még kettő. Jó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. És most pedig megyünk a szürkéhez. Miután megvan a 8, és utána jön 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab szürke. Egy, kettő, három. Két, három, négy. Jó,
És most elkészült igazából a lábának a második része. Úgyhogy most itt ezzel 1, 2, 3, 4, 5, 6, ezzel itt befejeztük ezt a részt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És most jön 1, 2, 3, 4 darab fehér a befejezésnél. Oké, kitekertem. Jó. Jön a következő. A következő. Egy. És jön még három darab egyrehajtásos. És most jöhet megint ide. Három láncszem és három darab egyrehajtásos. És most itt elkészítettük a négy darab fehéret. És most pedig jönni fog az utolsó sorunk a felénél. Ugye most itt erre felé haladtunk lefelé, most pedig visszafelé fogunk haladni 1, 2, 3, 4, 5 darab fehérrel. Szóval jöhet 6 darab láncem. És jöhet a 3 darab egyrehajtásos. Összekapcsolom az elejét a hátuljával. 1, 2, 3 és 3 darab egyrehajtásos. Jöhet a következő. 1, 2, 3. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. És még kettő darab. Jönni fog. Egy, kettő, három. Egy, kettő, három. És megint jöhet ez. És még három darab egy rajtásos. Egy, kettő, három. 2, 4, 5. 2, 4, 5 darab szürke jön most.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, és még jön egy darab. 5. Oké. Most ide értünk. 1, 2, 3, 4, 5 darab szürke. 1, 2, 3, 4 és 5. És most pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9 darab fehéret fogunk készíteni. Jó, és most pedig megyünk tovább. 1, 2, 3. És még 3 darab egy rehajtásos. Szóval elkészült a 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, bocsánat, 9 darab fehér. És most véget ért, igazából ekkora lesz a fele ennek a párnának, és most jön olyan a másik fele.